A koronavírus járvány ideje alatt Magyarország legjobban teljesítő megyéje Tolna megye. Az egyetlen olyan területe hazánknak, ahol a második hullám kitörése óta beazonosított fertőzöttek száma még nem érte el a 2500 főt. A második helyen Somogy megye szerepel, közel 1000 fővel több megbetegedés számon tartva. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke elmondta, fontos, hogy felelősségteljesen viselkedjünk, és hogy betartsuk az előírásokat. Azt szeretném kérni a Tolna megyei lakosoktól, Tolna megyében élőktől, hogy továbbra is ilyen fegyelmezetten tartsák a szabályokat, és próbáljunk ezen a listán ugyanazon a helyen maradni, ahol eddig vagyunk, tehát a legjobbak lenni itt is, ezen a téren is. A megyei közgyűlés elnöke is betart minden rendeletet annak érdekében, hogy védje önmagát és családját, de tudja, hogy a koronavírus járvány alatt sem áll meg az élet. Ugyanakkor, mint mondta, nem szabad megfeledkezni a kötelezettségekről. Erre buzdít mindenkit. Be kell vállalni azokat a dolgokat, amelyek a családunk szempontjából, a közösség, tehát a településünk szempontjából, valamint az ország szempontjából fontosak. Dolgoznunk kell. El kell járnunk iskolába, el kell járnunk óvodába, már amennyire lehet, ha más nem, akkor távoktatással, és végeznünk kell a feladatunkat. A közgyűlés elnöke elmondta, hogy ez az időszak érzelmileg is megvisel mindenkit, de reméli, hogy hamarosan túl leszünk rajta.